Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És is a telkeddel. Hát, változatosság kedvéért, nem a Jézus nevét, hanem Jézus szentséges szívét szeretnénk ma köszönteni. És szeretnénk megtanulni tőle, hogy átöfött szívvel is, hogy lehet szeretni. Mert Jézus ugye ezt is meg tudta tenni, nem csak az életre támad fel, hanem a szeretetre is. Nem tovább élt egy ilyen nagypénteki esemény után, hanem tovább szeretett. Nézzünk magunkba, vajon azokat is tudjuk szeretni, akik átdöfték a szívünket szóval, tettel, gondolattal? Várjuk meg bűneinket. Jón. A mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűzmáriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztalunk, szeretett fiat szívével, és megemlékezünk erről a mennyei jótéteményéről, melyet megmutattál irántunk való szeretetedvel, add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből, elnyerjük bűneinkre áradó kegyelmedet, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk a Isten üzenetét. Olvasom Mózes 5. könyvéből. A 40 éves puszai vándorlás után Mózes így beszélt a népnek. Te az Úr, a Te Istened szent népe vagy. Téged választott ki az Úr, a Te Istened a föld népei közül a maga népének. Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebb vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezetett ki erős kézzel és szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből. Ismerd föld hát, az Úr, a Te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megőrzik parancsait. Aztán ember, aki gyűlöli őt, megbünteti, nem késlekedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli őt.
ezért tartsd meg a parancsokat, a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma szabok neked, hogy kövesd őket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Örökké való az Úr irgalma, mindazokhoz, akik Istent félők. Örökké való az Úr irgalma, mindazokhoz, akik Isten félők. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. Örökké való az Úr irgalma, mindazokhoz, akik Isten félők. Megbocsátja minden vétket, meggyógyítja minden gyengeséget. A pusztulástól megmenti életet, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. Örökké való az Úr irgalma, mindazokhoz, akik Isten félő. Az Úr igazságot szolgálta, és megvédi jogát minden elnyomottnak. Megismertette útjait Mózessel, és terveit Izrael fiaival. Örökké való az Úr irgalma, mindazokhoz, akik Isten félő. Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk. Örökké való az Úr irgalma, mindazokhoz, akik Isten félünk. Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneink engeszteléséül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten ő benne. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja, halleluja. Alleluia, alleluia, alleluia. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Alleluia, alleluia, alleluia. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium
Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondotta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és az okosok előtt, és kinyilatkoztattad a kicsieknek. Igen, Atyám, úgy tetszett neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ezt ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám minnyájan, akik fáradtak vagytok, és terheltek, terhek alatt görnyedtek, és felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. És nyugalmat talál a lelketek, mert az én igém édes, és az én terem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Számomra egyik legszebb ünnep, Jézus szentséges szíve ünnepe, és biztos, hogy sajnálom, hogy eddig egyetlen gyerek otthont vagy más létesítményt se szenteltünk Jézus szentséges szíve tiszteletére. Testvéreim, szeressük egymást, mert szeretet Istentől van. Tehát ha valamit megfoghatunk Teremtő Istenünkből, hát az a szívünkben lévő szeretet. Tehát ha valahol keresnünk kellene az Istent, akkor ott tudnánk megtalálni, ahol szeretet van. Persze, hát ezt a szeretetet nem lehet, hogy mondjam, kidesztillálni, vagy kicentrifugázni, vagy valamilyen lepárolni. Ez van. És ahol szeretet van, ott van az Isten. Igazából a Jézus szentséges szívének a tisztelete hát nem áll meg itt, hogy hát akik szeretnek bennünket, és szeretetben vagyunk, ó, milyen édes, gyönyörűséges testvérek egysége. Na de ez az egység megbomlik. Hogy tudjuk azokat is szeretni, akik hát nem érdemlik meg, vagy visszaélnek a jóságunkkal. És azt gondolom, hogy a lelki élet bizonyos szintjén el kell kezdjük tanulni azt is, hogy a szeretet az nem lehet egy válasz a mások jóságára, kedvességére. A szeretet egy olyan állapot kell legyen, amelyik mindig megvan, jelen van a mi életünkben. Tehát valahogy, hogyha azt mondanánk, hogy a láng az egy szeretet, hogyha a gyertyaláng a Krisztus szeretetét jelképezi, akkor azt kellene mondanunk, hogy hát annak is, akkor is kell lobogjon, ha őrítő vihar van, szél van, nem szabadna hagynunk, hogy kialudjon. Persze tudjuk jó, hogy milyen könnyen kialszik a gyertyaláng húzatban, szélben, de nekünk őriznünk kellene ezt a lángot. És valóban így van, a szívünkben is a szeretet szépen pislákol, míg minden rendben van, de egy kis nehézség, gond előadja magát, akkor az könnyen kialszik. Jézus Krisztust látjuk ott a kereszten, a nagypéntek viharában, orkányában, gyűlölet, cunamiában, ott sem alszik ki a szívében a szeretet. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Se az Isten iránti szeretet, se az ember iránti szeretet Jézus szívében nem alszik ki. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Még ma velem leszel a paradicsomban. Azt jelenti, hogy Jézus ott is szeretett. Igen, mi ezt szeretnénk megtanulni. De mi a teendő akkor, hogyha hát tényleg bántanak? Visszaélnek bizalmunkkal.
Nagyon szép a tékozló fiúról szóló történet. Egyik ismerősöm kérdezte, hogy az ő gyermeke ellene fordult, és nagyon furcsa dolgokat, rossz dolgokat mond róla, sőt, törvényszékre is adta. Mi a teendő? Azt mondtam neki, hogy ízlald a borjút. Milyen borjút? Hát mondta, akár milyen borjút. Tehát ez a Szentírás nem írja, hogy milyen színű volt a borjú, vagy hány éves, hanem csak jó ízon borjú volt, arról ír a Szentírás. Nem értette akkor sem. Mondom, nézd, tékozló fiúnak az apja rábízza gyerekére vagyona felét. Verejtékes munkával egy ember az élete során, amit összegyűjt, és annak felét odahagyja. Fiam, boldog, bízok benned, szeretlek téged. És az elmegy. És nem elkezd üzletelni, vagy vállalkozást indít, hanem elkezd bulizni. A Szentírás elég világosan leírja, hogy hát bizony, részegeskedésre, rossz nőkre elkölti az apja vagyonát. Sőt, még saját életét is veszélyezteti, hisz végül is, hát, hogy mondjam, alja munkára vegyül. Ugye tudjuk jól, hogy a zsidóknál a disznó az egy tisztátlan állat. Annak gondozása, azoknak az ételéből való táplálkozás, hát ez, hogy mondjam, tehát nem csak anyagilag, fizikailag, hanem morálisan is. Azt jelenti, ez az ember teljesen lezüllött. És az atya mit csinál? Ízlalja a borjút. Tartja. Hát talán bármelyik percen betuppan az én fiam, hát tudjunk örvendeni. Döbbenetes, nem? És valóban, amikor megjön a fia, nem hallgatja hosszan az apa az fia magyarázkodását, azt mondja, hogy vágjátok le ezt a hízlalt borjút. Hozzatok szép tiszta ruhát rá. Gyűrűt az ujjára. Fiam elveszett, de megkerült. Milyen döbbenetes. Igen, a bűnben másik elveszik. Meghal. Az ő szívében kialszik a gyertya. A szeretet fénye nem lobog tovább. Biztos, hogy ha a másik szívében kialszik a fény, a láng, a szeretet lángja, akkor nem az a megoldás az én szívembe is, kifújom ezt a lángot, hanem hogy őrzöm. Ízlalom a borjút. Igen, és tudjuk jól, hogy milyen szép tékozó fiú. Kiengesztelődik az édesapjával. Hát valóság az, hogy sokszor sokáig, évekig talán kell hízlaljuk azt a borjút, amíg a kiengesztelődés órája elérkezik. De biztos, hogy más bűne nem jogosít fel arra, hogy én letérjek a szeretet útjáról. Ez nagyon-nagyon világ. Bármit elkövetnek ellenünk, vagy ellenem, az nem jogosít engem fel, hogy én is átmenjek kutyába, elkezdek ugatni, kiabálni, veszekedni. És nem csak az, hogy látszólag megőrzem lelkem nyugalmát, hanem higgyek a szeretet végső győzelmébe. Nagyon nehéz. De igazából, ahol a szeretet Istentől van, Istenből van, ahol szeretet van, ott az Isten. Hát ha én ragaszkodok Teremtő Istenemhez, akkor nincs más út. Ha lett volna valamilyen rövidítő vagy más típusú út, gondolom Jézus Krisztus nagypénteken azt is megmutatta volna nekünk. De nem mutatott más utat, pedig ő szeretett bennünket. Ha lett volna valahol egy kis rövidítő, vagy nem tudom miféle, akkor ő maga is imádkozott, hogy múljon el az a kehely, nagy csütörtök éjszakáján. Tehát őnek is elfüllött a foga, finoman fogalmazzak, ez a nagycsütörtöki, nagypénteki eseményekhez. Tehát nem egy mazokizmusból vállalta ezt, hanem abból, hogy a szeretet útja, hát bizony sokszor keskeny és meredek, és nagyon sokszor a Golgotán keresztül vezet a mennyei atyához. Igen.
Most én úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy van olyan helyzet, állapot, ahol nem tudunk szeretni. Ugye olyan döbbenetes, ugye Maximilian Kolbe, hát leírja az életről ezzel, hogy ugye önként vállalja halált, az éhhalált testvéreiért. És ottan a koncentrációs tábor pincéjében előtte is voltak kivégzések. Ez a legegyszerűbb. Valakit bezársz, aztán éhhal, nem kell a golyót pazarolni rá, gázzal foglalkozni, semmi. És ezek a éhhalára ítélt emberek, hát ugye a többi rabok elmondták, hogy hogy káromkodtak, és átkozódtak, és szitták, és sírtak, és könyörögtek. És amikor Maximilian Kolbe került ugye a föld alatti pincébe, akkor az ablakon zsoltárok, éneklések, imádságok hangja szűrődött ki. Igen, én azt gondolom, hogyha a szeretet mellett döntünk, akkor Isten békéje, öröme, még ha érve megnyúznak, akkor is, hát ott lesz a szívünkben. És ez egy döntés. Igen, én Isten kegyelmével, segítségével úgy döntöttem, hogy a szívemet Krisztus szívének adom, hogy alakítsa az ő szíve szerint az én szívemet. Azt gondolom, ennél csodálatosabb felajánlás nincs. Amikor olyan könnyen megsebezhető testrészemet, mint a szeretet, de a szívem, a mi Urunk Jézus Krisztus kezébe teszem, és azt mondom, hogy Jézus, nézd, kicsi vagyok, indulatos vagyok, a félelem sokszor görcsbe szorít, és mégis minden tudásom, akaratom, mindent, amin van, azt összeszorítva a kezembe helyezem szívemet. Taníts meg engem is, hogy lehet, akár szóval, vagy tettel, akar vagy akaratlanul valaki átdöfi a szívemet, hogy én akkor is szeressek. Akkor is lobogjon a láng a szívembe, ha körülöttem üvölt az orkány, szakad az ég, és nagypénteki hangulat van. Hát ebben a szentmisében én ezt a kegyelmet kérem magunknak, magamnak, mindannyiunknak, hogy valóban átdöfik a szívünket, akkor is tudjunk egymásnak tőlünk telhető legnagyobb szeretettel. Hát egy finom halat megsütni, és meghívni a másikat reggelire, melegedni. Hogy ne az legyen az első kérdésünk, hogy ezt miért tetted? Hol volt az eszed? Nem szégyelled magadat? Hanem az, hogy Péter, szeretsz-e te engem? Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz. Jóságos Istenünk, arra kérünk, áld meg Ferenc pápát, bármit is lát, tapasztal, ne térjen le a szeretet útjáról, és ezen az úton vezessen a rábízott egyházat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, körülöttünk háborúzó dúl, indulatok elszabadulnak, egymást sározzák az emberek. Add, hogy ilyen körülmények között is a szeretet mellett döntsünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, olyan sok tékozló fiú van a világon. Sokszor mi is azok voltunk. Add, hogy benned
s mi egymásban mindig, tékozló fiú apjának szerető jóságát tapasztaljuk meg. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, add, hogy szívből tudjunk egymással kiengesztelődni, és akár átdöfött szívvel is tudjuk egymást szeretni, támogatni, vendégül látni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Istenünk, arra kérünk, a te szentséges átdöfött szíved legyen a mi példaképünk, zászlónk, címerünk, hogy valóban mi is a szeretet útján járva országodba jussunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szentet lánszavára. Istenünk, te az ember testét és lelkét kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékaid testünk, lelkünk, szívünk javára váljon Krisztussal, mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Föleljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és jasságos. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk neked, mert nekünk adta drága szent fiadat, Jézus Krisztust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat, a bűnöst, nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint egy atya törődik az ő gyermekeivel. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged. Az angyalokkal és a szentekkel együtt fősséged dicséretét egy szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképpen most, midőn Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret mindegykor az emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küldd el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén a vacsora közben kezébe vette a kenyeret,
Majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat kérdezzük, és itt elvalljuk felülámadásodat, amint te elmegyülsz. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedéses halála által szent fiad átment az új életbe, és föltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősítsd meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat, Gergely Péter püspökünket, add, hogy az egyház minden tagja, és mindazok, akik részt vesznek a Jézus szentséges szívének ünnepén, megértsék az idők jeleit, növekedjenek az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, a szeretettel megosszuk bánatokat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, hogy útat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinek, aki Krisztus békében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted, támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljesség és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal, és minden szenttel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk, imádjunk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, azért azok számára is, akik megbántottak bennünket, tudjuk hízlalni a borjut, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges helyettét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus, szeretettel jöttünk el templomodba, és arra kérünk, ne hibáinkat, gyarlóságainkat, bűneinket nézzed, hanem jó szándékunkat, jó akaratunkat, és őrizd meg egységben, békében, szeretetben, te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Igen. Isten baranya, veled lesz.
Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék, hova jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és megtörül az én. Könyörögjünk. Urunk Jézus, szentséges szíved példájára alakíts, formálj bennünket a Szent Misa áldozatban, az élet mindennapi perceiben, te, aki élsz és uralkodol mindörökkel örökké. És végezetül mi mást kívánnék nektek, mint hogy tényleg, hogy nagyszüleinknek Jézus és Mária szentséges szíve volt a példaképe, legyen az a számunkra is. A zászló, címer és a cél, mert nem csak tiszteljük mi Jézus szentséges szívét, hanem szeretnénk ebben a végtelen szeretetben találkozni, szeretteinkkel elmerülni, örökké élni. Ehhez kérjük Isten áldását. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent misázat bemutattuk, járjunk békével. Istennek legyen hála. Jézusunknak szívét.